Bemutatta a városközpont rendezésére vonatkozó látványterveit Arrós Orsolya, Székelyudvarhely RMDSZ-es polgármesterjelöltje. Az elképzelés szerint a polgármesteri hivatal szomszédságában közösségi teret hoznak létre. Kávéházi teraszok, sétatéri padok, köztéri szobrok biztosította kellemes környezet. Így nézne ki az átrendezést követően Székelyudvarhely városközpontja. Arrós Orsolya választási programjának egyik fontos eleme a városközpont közösségi térré alakítása. Szerinte az emberek csak ügyes bajos dolgaik intézéséért jönnek a központba, majd azonnal távoznak is. Az új elképzelés olyan teret alakítana ki, ahol szívesen időznek majd el az emberek. Képítészek készítették el a most bemutatott látványterveket, ügyelve arra, hogy a gyalogos forgalom, a biciklis forgalom, illetve az autós forgalom integráltan, egybefüggően tudjon működni, mindenkinek az igényét maximálisan kielégítve. Azt szeretném, hogy ma, vagy a közeljövőben Székelyudvarhely városközpontjában élmény legyen időzni. Hozzátette, Székelyudvarhely központjában értékes és szép épületek vannak, ezt az adottságot pedig kár kihasználatlanul hagyni.